A Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola tanulójának zenés műsorával kezdődött Hegedűs Márk Nyári Fényfoszlányok című első önálló kiállítás megnyitója a József Attila Művelődési Központ előterében. Hegedűs Márk a Nógrád Hírlapnál dolgozott, mint fotóriporter. Ez év áprilisa óta ő fotós Salgó-Tarján önkormányzatának, a Rendezvény és Média Központnak, valamint a Zente Ferenc Színháznak is. Jelenlegi kiállításán a nyári rendezvények legemlékezetesebb pillanatai jelennek meg, ami rámutat arra, hogy ezek a fantasztikus események mennyi boldog percet okoztak a résztvevők számára. A kiállítás megnyitón megjelenteket dr. Huszár Máté alpolgármester köszöntötte. Azonban Hegedűs Márk alkotásai nem csak nekünk, hanem egytől egyig rólunk szólnak. Sokféle jelzővel illették már városunkat. Ezeket önök valamennyien jól ismerik és tudják. Többenük a hamis, negatív előítélet, mint a reális értékítélet. Akik viszont végig tekintenek az idei tavasz és a nyár salgótarjáni eseményfotóin, azoknak egy élettel teli, lüktető város, és annak vidám, felszabadult közössége mutatkozik meg. Néha pörgő és izgalmas, máskor hívogató és kellemesen ráérős. A képpárokon azt láthatjuk, hogy a programválasztékunkban minden korosztályt sikerült megszólítanunk, a legfiatalabbaktól a legidősebbekig egyaránt. Készítőjük egy nagyon tehetséges, mégis alázattal fotózó fiatalember, Hegedűs Márk. Bár korából adódóan csak pár éve dolgozik hivatásos médiafotográfusként, eseményfotósként, sokunknak alig ha szorul bemutatásra. Képeivel gyakran találkozhatunk a sajtóorgánumokban és a webes felületeken. Fontosnak tartja, hogy jól szembetűnővé váljék a képen a mozdulat, a játék öröme, a pillantások és a lelkek sugárzásai. A tárlatot dr. Csongrádi Béla, nyugalmazott lapszerkesztő, közíró nyitotta meg. Nehéz lenne összeszámolni, hogy ismerettségünk viszonylag rövid ideje alatt hány írásomhoz készített és készít illusztratív erejű fotókat. Viszonyunk azonban már régen több a szakmainál, barátság alakult ki közöttünk. De sokszor annál is többnek éreztem, érzem a kapcsolatunkat, és akaratlanul is úgy gondolok rá, mint ahogyan a nagyszülők szoktak unokáikra. Van egy közös nevezőjük ezeknek a felvételeknek, és ez szerintem nem más, mint az emberábrázolás. Kisebb és nagyobb életkorú gyermekek, felnőtt hölgyek és férfiak láthatók különböző szituációkban, de valahogy mindig életörömet tükrözve, sugározva. Ezt tartom a kiállítás legnagyobb érdemének. Hegedűs Márk, média és eseményfotós is megosztotta gondolatait a résztvevőkkel. Munkáim folyamán alapvetően igyekszem megörökíteni a szépet és a boldogságot tükröző jelenségeket. A kiállítás fotóit és ezek alapján válogattam, keresve ezeket a fényfoszlányokat. A képeknek azért sincs címük, leírásuk, mert mind egy szellemiséget tükröznek, Salgó-Tarjánban boldogok az emberek. 5 éve dolgozok itthon, mint főállású fotós, ez idő alatt ismertem meg Sati Mart, a Dorné Béla Múzeum fotósát, filmművészt. Timor Afganisztánból érkezett városunkba, másképpen látja a világot, mint sokan mások. Egy interjúban a következőket mondta. Tudom, hogy meglepőnek tűnik, de Salgó-Tarján számomra a legszebb város Nógrád megyében, ahogy a megyei és az ország többi megyéi közül. De a szépségét az emberek adják, ők teszik például várossá várost, nem a magas épületek, üzletek, kereskedelmi bankok. Én is ezt kerestem kamerámon keresztül, és szívhez szóló volt ezeket a sorokat olvasni olyas valakitől, aki nem ide született, hanem az élet sodorta közénk. Viszont hiányolom ezt a látásmódot magunktól, itt élőktől, pedig megvan bennünk, ezt a fotóim és Timor elmondása is jól tükrözi. Már megszoktuk, hogy ilyen szép környezetben élünk, adottnak vesszük, hogy csak a múltat dicsérjük, sírjuk vissza, nem látjuk a jelent, hogy Salgó-Tarján mindig ugyanaz a szép, boldog város, ami egykor volt,
és ezért nem a gyárak, boltok a felelősek, hanem mi, az itt élők, akik élettel, mosollyal töltjük meg. A kiállított 42 darab nyári fényfosztány a József Attila Művelődési Központ előterében az intézmény nyitvatartási idejében megtekinthető. Yeah.